A CSIP hagyományőrző énekkar szervezésében idén is megrendezésre került az a tábor, melyben többek között a német nemzetiségi hagyományok és értékek kerültek előtérbe. A sváb táborba 2023. június 26-ától 30-áig várták az érdeklődő fiatalokat, akik az egy hét leforgása alatt többek között sváb dalokat és táncokat tanultak, voltak különféle kézműves és játékos foglalkozások, valamint egy kiránduláson is részt vehettek a gyerekek. Az egyhetes programra Szigetcsépről, Szigetszentmártonból, Tökörről, Szigethalomról és Taksonyból is érkeztek fiatalok. A tábor a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával valósulhatott meg. Ugyanúgy, mint az előző években, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatának köszönhetően kerül sor most már sokadszorra erre a nemzetiségi és hittan táborra. Külön köszönetet szeretnék mondani a katolikus egyháznak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta itt a parókia épületét. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség volt arra, hogy a gyerekek német nemzetiségi táncokkal ismerkedjenek meg. Ebben a táborban magyarországi német gyermektáncokat tanítottam nekik, melyek az egész országban fellelhetőek, és ennek a déli verzióit tanítottam meg. A koreográfiát pedig egyénre szabtam, én döntöttem el, hogy miután hogy következik, és milyen formában táncolják el a gyerekek. Ezeket a koreográfiákat te személy szerint hol tanultad, vagy honnan vetted? Én ezt már gyermekkoromban megtanultam a tánctanáromtól, illetve tavaly végeztem el egy képzést Bécset, Heil Helmutnak, a magyarországi német gyermektánc oktatói továbbképzést. Azért választottam ezeket a táncokat, mert a korosztályi sajátosságoknak ezek pont megfelelnek, illetve azt, hogy milyen szép számmal jelentek meg a gyermekek, könnyű volt nekik megtanítani. A nemzetiségi tánc mellett dalokat is tanultak a táborozók az egy hét leforgása alatt. Minden nap különféle foglalkozások várták a gyerekeket. A helyi svábok életében fontos szerepet tölt be a katolikus hit, így hitéleti programok is voltak. Ennek keretében a hét folyamán ellátogattak kettő katolikus templomhoz. Megismerkedhettek a Martonvásári és a Ráckevei templom épületével és történetével. Szigetcsépen a német mellett a szerb nemzetiség van jelen, akikkel igyekeznek szoros kapcsolatot ápolni. Ennek keretében a táborozók a helyi szerb templomot ismerhették meg, és egy számukra fontos ünnepségbe is bekapcsolódhattak. Господа
ez fontos számotokra, hogy itt a településen élő nemzetiségekkel, másik nemzetiséggel tartsátok a kapcsolatot, és akár ilyen programokba bevonjátok egymást? Igen, ez mondhatom azt, hogy hagyománnyá vált, és pont tegnap beszélgettem a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőjével, és ő is azon az állásponton van, mint mi, hogy nagyon fontos, hogy ugye Szigetcsépen nem csak a svábok élnek, tehát nem csak német nemzetiségi önkormányzat van, hanem szerb is, és nagyon fontos, hogy megismerjék a gyerekeink az ő kultúrájukat is. A tábor ideje alatt kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket, melynek keretében karkötők, kulcstartók és egyéb díszek is készültek különféle technikával. A tábor részeként ellátogattak még Tordasra, a Western faluba, ahol különféle izgalmas programok voltak. Csapatjátékok, íjászat, lövészet, aranymosás és szabadulószoba várta a táborozókat, de a bátrabbak egy műbikán is kipróbálhatták ügyességüket. A program zárásaként a Tordasi Tájházat is megtekintették, mely 2015. április 26-án nyitotta meg kapuit. Neked a programok közül melyik volt a kedvenced és miért az? Nekem a Western falu volt a kedvencem, mert volt rodeóbika. Hát nekem a lovarda volt, mert ott megtudhattam a lovakról egy csomó dolgot. Hogyan érzed, vagy érezted magad itt a táborban? Hát jól. Miért érezted magad jól? Azért, mert hát itten találtam új barátokat, és egy csomó szórakoztam. Nagyon jó volt, mert találtam sok barátot, meg... Tudtunk játszani sokat. Jól éreztem magamat, mert itt senki se rekesztett ki senkit, mindenki mindenkivel játszott, és nem volt semmi baj. Nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt szerintem, és igazából sok barátot szereztem. Jó volt az idő, hála Istennek, ezért tudtunk sokat játszani. A tábor zárására pénteken került sor, melyre a gyermekek szüleit is várták. Itt bemutatásra kerültek azok a dalok és táncok, amelyeket a hét folyamán tanultak.